túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Software One Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software One. Felhőben jobb. Szép jó reggelt kívánunk a hallgatóknak, megy tovább a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin. 4-8 után járunk pár perccel az otthoni stúdiójából Ács Gábor jelentkezik. A Jazzy Rádió stúdiójából pedig Gede Balázs. És küldjük nektek az esőt innen nyugatról, úgyhogy számíthattok itt. Most már hatalmas csepekben kopog a tetőtéri ablakomon, úgyhogy igen, odaér nem sokára. Beígérték az időjósok, úgyhogy kell jönnie, de akkor ezek szerint ott már ott van. Te hol vagy? Mi az ott? Hévízen. Hévízen, igen. Jó. Mindjárt ránézzünk, hogy milyen útinformációink vannak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Lehet, hogy D-kart, igen, D-kartás üzenete megvolt, ráadásul ez már egy fél órás, ugye ő ideális forgalmi viszonyokat írt le Gödről Pestre, mert hogy 23 perc volt a menetidő Zuglóba. Aztán Legcsó is írt nekünk, az viszont mostani, hogy Velence, MOL, Kút, Okmányiroda 50 perc, szinte végig suhantunk a bevezető utakon. Na jó, de melyik Okmányiroda? Van néhány. Igen, hát a MOL Kúttól 50 percre lévő, ezek szerint. És akkor nézem, hogy még kaptunk-e egyebet. Azt mondja, hogy Káposztás megye Erzsébet 29. Ja igen, ez meg a hölgy. Jó, hát olyanok vannak, amik voltak, úgyhogy friss ez van csak, de ez meg ilyen részleges információ, mert az Okmányiroda hol léte nem derül ki. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Na hát megújul a Bubi, de hogy mitől lesz jobb, mitől lesz szebb, mitől lesz mondjuk könnyebben hajtható, azt mindjárt megbeszéljük Borsi Dáviddal, a BKK kommunikációs vezetőjével. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Na nézzük, csináljunk egy ilyen kicsit, egy ilyen nagyobb kitekintést a világra, hogy hogyan működnek ezek a kerékpár megosztó szolgáltatások, aztán onnan vissza kanyarodva ide a fővárosba megnézzük, hogy a MOBUB-t hogyan lehet használhatóbbá tenni, mik a törekvések. Azt hiszem senkinek sem meglepő az, hogy a közbringa rendszer elsőként Amsterdamban jelent meg még 1965-ben, természetesen azóta sokat fejlődött a rendszer, és egyre nagyobb szerepet töltenek be világszerte a városok életében a közösségi közlekedés integráns részeként a bringa megosztó rendszerek. Beszédes szám 2021-re a becslések szerint akár a 20 milliót is elérheti a közösségi bringák száma a nagyvilágban. Nyilván ebben Kína jár az élen, Beijingben például 2,5 millió közösségi kerékpár található, de az európai nagyvárosok is szépen zárkoznak fel. Londonban közel 20 ezer, Párizsban, Berlinben 15 ezer kerékpár található a bike sharing rendszerekben, és kínálnak remek alternatívát a belvárosi közlekedésre, vagy amit mi is szoktunk elmondani a Bubi kapcsán, hogy az utolsó egy mérföld, tehát körülbelül 1,5 kilométer megtételére. Érdekesség egyébként még egy megjegyzés, hogy ahol azt látjuk, és az a tapasztalat, hogy ahol megjelent a bike sharing, vagy a közösség kerékpáros rendszer, ott igencsak megnőtte a kerékpározás népszerűsége, és ezt hozta el a Bubi 2014 óta Budapesten is. Azt lehet tudni, összességében a Bubi és a többi megosztóval együtt nálunk mekkora ez a bike sharing lefedettség itt a fővárosban? Összesítést nem tudok mondani, azt viszont meg tudom említeni, hogy Budapesten összesen 2071 almazöld kerékpár forgalomba 2014 óta, és összesen 157 különböző pontján lehet felvenni a városnak, vagy a városban MOL Bubit. Ez most a legfrissebb, ugye? Mert ilyen dokkoló állomások azóta is létesültek. Így van, így van. Létesült fővárosi, illetve létesült magánberuházás keretében is felvevő pont.
Na, nem volt azért zöggenőmentes a működése, hogy értékvádat a bubit, a nehézkessége, túlsúlyosabb bringa, nehéz tekerni, az applikációval is voltak gondok, és hát úgy látszik, hogy ehhez hozzányúlt a BKK, illetve a MOL, és most egy ilyen megújuláson megy keresztül a bubi, mire lehet számítani, mennyivel lesz jobb? Alapvetően azt gondoljuk, hogy jelentősen megváltozik majd a felhasználó élmény a MOL Bubival kapcsolatosan. Érdemes azt elmondani, hogy egyébként 2014-ben a bevezetést követően nagyon népszerű volt a MOL Bubi Budapesten, azonban utána látható volt egyfajta visszaesés, folyamatosan csökkent a felhasználók száma, de a március közepén bevezetett 100 forintos kedvezményes havi díjnak köszönhetően visszatértek az ügyfelek a MOL Bubihoz. Tehát ebből azt a következtetést vontuk le, hogy amennyiben megfelelő intézkedéseket hozunk a MOL Bubi kapcsán, akkor igenis van érdeklődés, van igény a MOL Bubira. És az elmúlt 6 év tapasztalatait feldolgozva kezdtünk a MOL Bubi megújításába, amely 2021 tavaszától már elérhető lesz Budapesten. Ugye, ahogy talán egy héttel ezelőtt jeleztük, a terveink alapján egy teljesen új applikáció támogatja majd a bérlést, sokkal könnyebben lesznek elérhetőek a kerékpárok, könnyebb lesz a regisztrációs folyamat. Továbbá a kerékpárok esetében nagyon fontos változást ígér majd az, hogy az eddigi szivastömlős gumik helyett fújt kerekek kerülnek a bicajokra, éppen ezért sokkal könnyebb lesz hajtani őket. Egyszerűbb lesz a kerékpároknak a felvétele is, ugyanis okos lakatokat helyezünk majd ezekre a bringákra. És ami az egyik fontos változás még a bubi kapcsán, amely majd tavasztól érkezik, jövő tavasztól, hogy egyértelmű legyen, az az, hogy többszintű árazással készülünk. Tehát várhatóan azok jóval kedvező feltételekkel férhetnek majd hozzá a MOL Bubihoz, akik rendelkeznek például BKK bérlettel. És valószínűleg más tarifa vonatkozik majd például azokra, akik turistaként, külföldi turistaként érkeznek majd a városba.